újra kellett tanulnom az egész életemet. Ide kijössz, és senki vagy. 300 millió ember közül egy. Mindent újra kell tanulnod, mindent. És hogyha ha gyenge vagy, és nem tudsz talprálni, akkor megesz, akkor bedarál a gépezet. Sziasztok! Különleges együttműködés eredménye ez a mai beszélgetés. A Tvrtko a Föld körül és a Móka, vagyis a Magyarok óriási kalandjai Amerikában New Yorki podcastnak az együttműködése. Ez itt náluk a 200. adás. Nálam nem az, viszont kölcsön kaptam a stúdiójukat. Együtt vagyunk, és nagyon sok magyarról is fogunk beszélgetni, akik olykor 20 dollárral, olykor egy szatyorral a kezükben érkeztek ide az új világba, hogy megvalósítsák a saját álmaikat. Közülük az egyik maga a házigazda, Patkós Attila, akit egyébként Szegedről sokan ismerhetnek. Patkós doktor, vagy DJ Pati néven. Szia, Attila! Szia, üdvözlöm a nézőket! És gyorsan elmondom, hogy ugye van egy műsorvezető társad, aki nekem a barátom, és most a technikus, ugye Kis Péter Sizáre. Szóval köszönöm, Péter, neked is a segítséget. Attila, amikor azt mondom neked, hogy csináltok egy podcastot New Yorkban amerikai magyaroknak, magyarokról, és egyébként ezt a világon mindenki láthatja, akkor igazából ez azért is van, mert te is egy vagy közülük, aki egyébként, ha nem is 20 dollárral, de nem sokkal többel érkeztél ide. Nem sokkal többel. Igen, tehát az a jó dolog, amikor az emberek elmesélik a saját kis sztoriaikat, és tudom hasonlítani például az enyémhez. Szinte majdnem azt lehet mondani, akikkel én eddig találkoztam egy ilyen 60-70%-ban ugyanaz a sztori. Kijövünk kis pénzzel, és megpróbáljuk a nagy Amerikát, a nagy almát, belekóstolunk egyet, és rájövünk, hogy hát mi az élet lényege. Welcome New York City, most például New Yorkban vagyunk, de hát welcome Amerika. Oké, rendben, én nagyon sok amerikás magyart ismerek, meg világgá ment magyart is ismerek, mert tudom, hogy Kőműves Laci miért ment Ausztráliába, Fekete Orsi miért él Ausztráliába, azt is tudom, hogy Simon doktor hogy került Kambodzsába, és leélte ott az életét. De te Magyarországon, abban a városban, abban a közegben, ahol voltál, és ezt most túlzás nélkül mondom, én ismertelek téged, te egy sztár voltál, tehát a Szegedi Rádió 88-nak voltál a műsorvezetője, szilveszteri buli Szegeden, a megyében nem volt nélküled, autogramot kértek tőled, mindenki veled fotózkodott, majd melyik volt az a pillanat, amikor azt mondtad, hogy én eljövök? Az a nagy csavar. Az érdekes, hogy a mai napig megvan bennem. A Szegeden az új hídon megyek biciklivel, és megálltam a közepén, nem tudom miért a közepén, és néztem a Tiszát. A Tisza nekem nagyon fontos, a fiatalságomtól kezdve, hogy egyáltalán maga a víz, és ugye a Tisza kiemelve, és belenéztem a vízre, és arra gondoltam, hogy Ati, neked indulnod kell valahová, és akkor döntöttem el, hogy elindulok. Addig 47 éves koromig sehová nagyon nem mentem. Hát most vagy 57, ugye? Igen, tehát 10 évvel ezelőtt. Igaz, hogy 2 évig éltünk Angliában, de azt nem számítom ilyennek, tehát egy szóló karriernek, hogy én egyedül elinduljak a nagyvilágba, és akkor vágjunk bele, valamerre induljunk el. Rendben, de 47 évesen döntöttél így, és nem a tini lázadó korban, nem a nyitott határok új korszakában, hogy akkor próbáljuk meg először Ausztriát, és egy burgerlandi benzinkúton kezdjünk valamit, vagy Londonban mosogatni, hanem egyből ide álmodtad meg magadat, ugye? Igen. Tehát mindig bennem volt Amerika. És arra gondoltam, hogy én nekem ez egy jó egérút lehet, egy jó lépés lehet, hogyha elindulok Amerika felé, mert valamiért vonzottak a zenekarok, az élet, meg amiket láttam a mozifilmekben, meg ismerősök, akik itt éltek és hazajöttek, elmesélték, hogy mi van, hogy van, és megvolt az amerikai képem, amire azt mondtam, hogy akkor lépjük meg. Miért? Én ezt továbbra is értem, csak te otthon, ahogy egy 20 éves, 25 éves fiatalember azt mondja, hogy felnőtt élete kezdetén álmodjunk egy nagyot, de te ott hagytad az életed karrierjét. Téged abban a megyében, meg a környéken mindenki ismert. Én nem turkálok a zsebedben, de biztos, hogy volt egy biztos fizetésed, tök jó volt az a rádió, tök jók voltak azok a partik, a nevedre megmozdultak az emberek, tehát te igazából fölhagytad azt, amitől sikeres lettél. Szerintem az is benne volt esetleg tudat alatt, hogy meg akarom mutatni, hogy én megint talpra tudok állni, és én újra kezdem. Egy tisztulás kell mindenkinek, hidd el. Én ezt érzem. Akkor annál a pontnál úgy éreztem, hogy egy kicsit beszűkült nekem Szeged, meg Csongrád megye, és hogy ez túl kell lépnem.
tényleg egyből ding, bevillannak, hát itt van Amerika, hát mekkora, itt jó, a helyen. Csongrád megye azóta fejlődött, már nem is Csongrád, hanem Csongrád család, nem is igen, megye, elnézést. Hanem bármegye. Igen, hát, elnézést. Sok minden változott azóta. Oké, megálmodod a híd közepén azt, hogy eljössz a világ végére, általában az álmok jelentős része, reméljük, hogy sikerül, meg van olyan, ami nem. De hát utána mi történt? Elmentél az okmányablakhoz útlevelet kiváltani? Tehát, hogy mi következett? Folyamatában? Aha. Ugye lezársz mindent, ami van, amivel éppen folyó ügyeid vannak Magyarországon, kijelentkezel. Tehát nem válasz új fellépést? Semmit nem vállalok. Felszámolod a Magyar Banknál a minden, számládat? A számlákat, a APEC, akkori APEC-nél még elmegyek és lezárok mindent, aminek egy hatalmas jó sztoria van, de ezt majd egyszer később adáson kívül elmondom. És megcsinálsz mindent, mindenkitől elköszönsz, legalábbis azt hiszed, hogy majdnem mindenkitől sikerült, egy-két záró bulit, és elindulsz. Ez hétfő reggel 6 órakor történik meg, amikor elindulsz Budapestre, fölszállsz a repülőre, és nagyon sok olyat hallottam, mesélték, hogy esetleg rossz indulatulag szóltak be Magyarországnak bármi, én nem. Érzem és tudom, hogy még egyszer biztos, hogy visszamegyek, de hogy elköszöntem Magyarországtól, sziasztok! Melyik volt az elköszönés pillanata? Az, amikor az utolsó buli után, az utolsó másodpercben azt mondtam, hogy itt volt DJ Pati, köszi szépen, hogy velem voltatok, és kinyomtad a gombot. Az, amikor becsuktad a szegedi lakásodnak az ajtaját, az, amikor Ferihegyen felszálltál, vagy Liszt Ferenc repülőtéren felszálltál a repülőre. Melyik volt a búcsú pillanata? Amikor bezártam a lakásnak az ajtaját, még most is ráz a ideg. És akkor jöttem rá, hogy fú, most lehet, hogy nagy falatot vállaltam, de nem, megcsináljuk, hát ó, nem vagyok beszari. Oké, de mit csinálunk meg? Tehát mi volt a cél, amikor felszálltál? Semmi, képzeld el, semmi célom nem volt, csak hogy egy kicsit kikapcsolom, mert tudtam, hogy visszamenni bármikor visszamehetek Szegedre is, meg bárhová Magyarországon, de hogy akkor most szellőzzünk egy nagyot. Rendben. A te személyes történetedet egy pillanatra megakasztjuk annyiban, hogy azért egy rádiós, és ez a, ugye elárulhatjuk, ez a saját lakásod, a saját lakásodban kialakított egyébként nagyon profi podcast stúdió, szóval ide te megálmodtad azt, amit egyébként ott is csináltál, nem? Igen, igen. Kiúztam Szegedről az álmot, és itt megvalósítottuk ebben a háromdimenziós térben. Tudtad már, hogy rádiózni akarsz? Tudtad, hogy ezt szeretnéd csinálni? Folyamatosan. Ez rossz, sokkal rosszabb, mint a drog. Ha egyszer az ember elkezdett rádiózni, és vannak sikerei, élményei, ezt nem lehet elfelejteni. Ebben vitatkoznék, szerintem a rádiózás jobb, tehát hogy a droggal összesen hasonlítható. Ja, de persze, igen. Nem, igen. Tehát, hogy ha valamitől függesz, és benned van, akkor ez a rádiózás. Valahogy úgy voltál vele, hogy valamit dolgozol, amiből pénzt keresel, de a szerelmedet nem adod föl a rádiózás? Igen, igen. Ezt Amerikában megtanultam, hogy ez nem megy annyira könnyen, és itt Amerikában minden olyan lassúbb. Tehát nem olyan, mint Magyarországon, hogy kitalálom, beszélek vele, elmegyek oda, már is itt diszkózom, már is itt rádiózom. Itt sokkal lassabb folyamat van, amit meg kell tanulnod kezelni. A megérkezés pillanatára mindjárt rátérünk, de egyet mondj meg nekem, az elmúlt 10 évben volt-e pillanat, amikor megbántad? Volt. Nem is egyszer. Indultál is már haza? Össze voltam csomagolva. De nem léptél ki az ajtón? Nem. Mi volt ez a pillanat, elmondható-e? Ez nekem, hát most inkább ne beszéljünk róla, de, okay. De nagyon meghatározó a mai napig. Rendben, megértettem. Ha azt mondtad, hogy bezártad az ajtódat Szegeden, és ez katartikus élmény volt, akkor meséld el a megérkezés pillanatát, nyílik az ajtó. Zseniális, nekem soha senki nem említette, hogy például vissza is fordíthatnak. És én leszálltam vidáman, jókedvűen, ott mosolyogtam, repültem 90, ettem, ittam a repülőgépen szódát, narancsot, fantát, kólát, minden, meg mondta neki, hozzanak mindent, én mindent megeszek, teljesen jól aludtam, nyugodt voltam, és leszálltam Miami-ba, ugye tél volt, amikor elindultam Magyarországon, nagy kabátban, és a vámtisztnél kérdezte, hogy Attila, hát hova? Hát mondom, csak így jövök. De mit fogok csinálni? Á, mondom, partizok, meg hárhol a parti? Mondom, igen, hoztam magam a búváruát, minden szörfruát, hogy lássák, hogy tényleg ezt akarom csinálni, és akkor Attila, welcome a USA. Igen, hadd kérdezzem meg, szörföztél azóta? Na, nem. Búvárkodtál azóta?
Egyszer. Jó, hát 10 év alatt azért 10 évre az ember hoz egy búváruhát. Úgy, hogy Floridában éltünk, Sarasotán, és rengeteg barátom kint volt állandóan a vizen, vagy hajókázott, vagy a Sky csinálta, vagy valamit, és egyszer nem volt rá időm, nem bírtam keresni lehetőséget, hogy kipróbáljam ezeket például. Imádom a vizet. Sarasota most már mondhatjuk azt, hogy az amerikai magyarság központja. Teljesen. Többen is laknak ott talán most már, mint Clevelandben. Oké. Említetted azt, hogy amikor valaki elhagyja a hazáját, akkor nagyon gyakor, én is találkozom ezzel, visszafelé csúnyát mond. Rám ez soha nem volt jellemző, soha nem is tennék ilyet, és te is nagyon szépen beszélsz Magyarországról, a magyarokról, Szeged városáról, Csongrád, Csanád vármegyéről, hogy lehet, hogy tőlem tudod meg, hogy most már így hívják a megyéret. Szóval hiányzik-e? Hiányzik-e a húslevés? Húsleves, a szegedi halászlé. A halászlé nagyon, hát ez az első helyen van, a világ legjobb halászleve, baja sehol nincs, ez csak egy megjegyzem zárójelve. Kettő meg, én vega vagyok, de halat eszek, és ami nagyon nagy függése van, pacal. Pacal? Képzeld el, és nálunk a főfasorban is reklámot csinálok nekik, a legjobb, best number. Én azt kell neked mondanom, hogy nem is szeretek veszekedni a riportalanyokkal, de egy dologban meg kell tennem, én annyira bajai halászlé párti vagyok, de bocsássák meg nekem ezt a szegediek. Viszont ugye Szegednek van egy hangulata, egy lüktetése. Ugye te évekig voltál például a legendás, most már Bajnokok Ligájában játszó szegedi kézilabda csapatnak és hölgyeim és uraim. Nem sokáig, de voltam. Volt. Ja. Hány évig? 2. Nem olyan rövid idő az. Szóval, hogy az a fajta szegedi lüktetés, az a fajta impulzus, az nem hiányzott-e? Vagy átvette azt, amit itt vár téged? Á, nem, semmi nem tudja átvenni. Nagyon sokan kérdőjelezik a mai napig, hogy de miért, meg hogyan, mert most pont ma is beszéltem egy szegedi barátom a Zsoltival, és ő is azt mondja, de Pati, miért? Mondom, nyugi, majd egyszer leülünk, és akkor beszélgetünk. Nem olyan régen volt a te egykori rádiódnak, ahol te valóban hírnevet szereztél a Rádió 88-nak, nagy kedvenc rádióm egyébként, kapcsoltak Hawaii-ról, Tóth Cili, nekem nagyon jó barát. Szóval, hogy volt egy születésnapi parti, ahol felmérték azt, hogy kikre emlékeznek a rádió sok éves születésnapi múltjából, és hát hogy nem, állandóan előkerült a neved. Igen, ez simogatja azért a kicsi lelkemet, hidd el. Ez nagyon jól esik. Tehát valószínűleg letettem valamit az asztalra. Szomorúságot nem okoz, hogy folytathattad volna, vagy hogy élhetted volna tovább azt is? Én szerintem van az a nyitott ajtó, amivel tudok bújni, hogyha én úgy gondolom, hogy vissza akarok menni. Eljöttél New Yorkba, ugye New Yorkban beszélgetünk, és kitaláltátok ugye ezt a mókát, a magyarok óriási kalandjai Amerikában, ami igazából, minthogyha Szegeden csinálnál egy műsor, csak nem a szegedi opera énekesről, meg a labdarúgóról, meg a kosárlabdázóról, hanem a New Yorkban. Kézilabdázó. Igen. De a kosarasok is ott vannak. Bocsáss meg, nagyon jó kis kosárlabda csapatuk volt. Szóval azt mondd meg nekem, légy szíves, hogy ez egy álom volt, vagy egyszerűen nem bírtál a véreddel, vagy egy kultúrmisszió, vagy egy ilyen nagykövetesdi, hogy mutassuk meg a világ magyarságát? Mindig álmom volt, és köszönve a Péternek, aki szeretném kiemelni, nem a barátom, csak közeli ismerősöm, és ő elkezdett élőben a Facebookon egy műsort, nagyon megtetszett, de éreztem, hogy a Peti nagyon ügyes, nagyon, nagyon jó keveri a zenét, meg nagyon tehetséges minden, de hogy én kellek oda mellé. És megdumáltuk, és azt mondta, hogy persze, gyere, csináljuk. És akkor elkezdtük, és érdekes, hogy ő benne, annyira benne van ez a magyarság tudat, ez a magyarság fenntartása, működtetéseit kint Amerikában, hogy egy idő után én is valahogy erre az egész dologra így rákaptam, nem olyan nagy szinten, mint ő, de igen. A magyar kultúrát meg muszáj tolnom, mert valahogy az bennem van, tehát hogy kell, hogy megismerjék az amerikaiak. A Amerika az otthonod, de hívnád-e a hazádnak? Nem, soha. Én nem itt születtem. Értem, tehát, hogy neked a szülőhaza és a hazafogalma az megegyezik ebben a dologban. Oké, akkor, amikor kitaláltátok Péterrel ezt a bizonyos mókát, elmondom még egyszer, magyarok óriási kalandjai Amerikában, ami utal is arra egyébként, hogy mit csináltok, és itt mondom el nektek, tehát az én YouTube csatornám követőinek, hogyha tehetitek, akkor iratkozzatok fel, és akkor ilyeneket kell csinálni, hogy itt vagy, nem tudom, most itt írjál majd most ki, hogy hol lehet feliratkozni. Szóval, hogy tudtátok-e azt, hogy mit akartok? Sejtettük. Olyan magyarokat bemutatni, akik most nem kell, hogy milliómos legyen valaki.
csak itt éljen és legyen jókedvű, fogadja el ezt az egész milliót, amit körbeveszi, és itt akar élni. Lehet, hogy azt mondja 3-4-10 év múlva, hogy oké, én elmentem haza. De addig is, amíg itt van, legalább legyen jókedvű. Próbálunk olyan pozitív dolgokat kisugározni a nézők, hallgatók felé, hogy meg lehet csinálni, és jól tudod magad érezni, csak érezd magad jól. Én nagyon élveztem például a beszélgetést Clean with Barbie-val, vagyis Takarics Barbie-val, és saját podcastot is azért készítettem, mert nálatok láttam, rendesen meghivatkoztam többször is, szóval, és ez így is van rendjén, de hogyha azt kérdezném tőled, hogy ugye 200. adásról beszélünk, tehát hogyha egyesével beszélgettetek, és akkor az is egy sok éves folyamat, tehát 200 vendég, ki volt az, aki, vagy kik voltak azok, mondjuk, akik a legjobban megragadtak benned? Mindenki, de hogy kiemeljek egy párat belőle, egy biztos, hogy a Zolcay János az első között van már, csak azért is, mert médiás. Ugye ő elindult Csehszlovákiából, és kikerült Németországba, és 8 tévéállomása volt, meg a világon mindenfelé, és nem azért, hogy milyen volt, hanem hogy ő megcsinálta a saját kis sztoriát. Elkezdte Csehszlovákiába egy kis falu, azért mondom direkt Csehszlovákiát, mert még akkor az volt, újságíróként a helyi labban, és akkor a végén bejelentkezik a világ összes televíziójába, vagy legalábbis az alkalmazottai. Hát ez mekkora dolog számomra. Tehát én tudom, hogy emögött mekkora munka van, meg gondolom, meg te is tudod, és hogy ezt megcsinálta, és hogyan csinálta meg, nem hiszek a véletlenekben. Tehát, hogyha valamit generálunk, és akarunk valamit, az jön. Tehát erre mondják, hogy szerencse, meg véletlen, nem, ezt generálni kell. És képzeld, az ő kis sztoria az volt, hogy már nem tudott mit enni, inni, és találkozott magyarokkal Münchenbe, és megkérdezte tőlük, hogy ne arra, hogy nem tőletek kérde, de nem tudtok valamilyen segítséget, bármilyen munkát, aszfaltozni, ásni, kapálni, vagy valamit, és mondták, hogy ők nem tudnak segíteni, de azt tudják, hogy ott a negyedik utcán, ott van egy magyar templom, adnak neked teát, meg kenyeret, lehet, hogy vajas kenyeret. Menj el oda, és akkor ők segítenek legalább az ételben. Ó, köszönöm. Elindult, és képzeld el, mire odaért volna a templomhoz, a templom mellett ránéz a házra, és látja kiírva, hogy egy magyaros név van kiírva, és valamilyen média, nem beszélek németül se, és látja, hogy magyaros név, becsöngetek. Becsöngetett, és képzeld, kijön egy ember, németül szólt hozzá, és mondta, hogy elnézést, nem beszélek németül, és kiderült, hogy magyar számaz, magyarul beszél, és mondja, hogy te mit keresel itt? Hát most jöttem egy Csehszlovákiából 2 hete, és nem tudok mit enni, inni. Jöttem ide a segélyed, de láttam, hogy ki van írva. És ez a csengő, ez a nagyon fontos az egészből, hogy ő megnyomta, és már másnap ott dolgozott az újságnál. Úgyhogy nem beszélt németül. Egyébként pedig Zolcay János Magyarországon, meg a világ egy bizonyos részén úgy ismerik, hogy valamilyen megfejthető vagy megfejthetetlen oknál fogva Mihail Gorbacsovnak a barátja lett, könyvet írt róla, rendszeresen együtt töltötték az idejüket a szovjet párt főtitkárral. Mesélt nektek arról, hogy hogyan jött ez a barátság Gorbival, vagy Mihály Szergejevicssel? Péter, rád nézek, most tudom, hogy nem beszélsz meg, ki vagy iktatva, de én nem tudom, erre nem emlékszem, de azt tudom, hogy a végén készítettek olyan dokumentumfilmet, hogy körbejárták az egész világot, és az összes nagy Bush elnöktől kezdve mindenkivel csináltak interjút, sőt, ott laktak náluk, és a reggeli kávét az ifjabbik Bush szolgálta föl nekik. Hát ilyen nincs, itt ülsz, és beszélgetsz egy ilyen emberrel, és hozzáteszem, hogy a mi mókánk, a Magyar Kóriási Kalandjai Amerikában teljesen politikamentes. Tehát én elhatárolódok minden politikától, nem akarok se bal, se fönt, se lent, se jobb, semmit nem akarok. És a János ezzel annyira megfogott engem, hogy hát most érted, az, hogy nekem a Fritka barátom, az egy szenzációs dolog, az számomra egy nagyon nagy dolog. Ne felejtsük el, ez a műsor most rólad szól. Igen, csak az, hogy ő, Zolcay János meg azt mondja, nekem meg a Gorbacsov. Lehet dönteni kinél. Egyébként tök érdekes volt, hogy volt Magyarországon egy sportújságíró, Isten nyugosztalja őt, Imre Mátyásnak hívták, aki egy kicsit bumfordi kinézetű is volt, mindig ilyen sárga mellényben, pont ugyanúgy szaladgált, mint az összes többi sajtómunkatárs, de volt egy különböző, tehát hogy ő ott volt a Haladás Újpest meccsen, meg fotózta a cserét, meg a sérülést, meg a sárgalapot, meg minden, de volt egy darab különlegessége, hogy valóban a legjobb barátja Michel Platini volt. És gyakorlatilag soha nem értette senki. Amikor Zolcay János mesélt itt a stúdióban, akkor milyen érzés volt nektek az, hogy hát végül is tényleg Mihail Szergejevics Gorbacsov a világ legnagyobb országának pártfőtitkára, az ő barátja, akivel egyébként úgy autóztak néha együtt, hogy Gorbacsov vezetett.
itt ülsz, és nézel az alanyodra, és nem csak ő nála, más alanyoknál is megfigyeltük, hogy például mondják, hogy mit csinál, mi a kedvenc sportja, mit fog csinálni Amerikában, minden. Ja, mellesleg a NASA-nál dolgozom, a másik mellesleg a Cartoon Networknél. Erre ugye János megszól, nekem a Gorbacsov a legjobb barát. És ülsz, hogy mi van, ti érzitek ennek a súlyát? És kérdezem tőlük, ők meg itt ülnek, hogy nekik ez természetes, tehát ők ezen nem gondolkodnak, és gondolod, amikor elmennek, és így leülünk a párommal, és így mondom, hallottad, hogy ki a legjobb barát? Ki? Hát Gorbacsov. Ne, és akkor tudod, nekem kell bizonyítanom, nézzek a műsort, és látni fogod. Na akkor ez az a pillanat, amikor nem bizonygatunk, hanem a Mókának, tehát a Magyarok Óriási Kalandjai Amerikának podcastnak köszönhetően egy pillanatra megszakítjuk a műsorunkat, mert egy bejátszás következik most, tehát hála a ti podcastotoknak, most kapunk egy pici részletet, Zolcer János mesél kalandos életéről, és utána jövünk vissza Patkós Attilával. És amikor kijött az ötlet, ugye akkor azt mondtam, hogy Gorbacsovval megismerkedni. És akkor jött a visszaszámlálás. A Jóska, én ismerem. A Jóska ismeri a német külügyminisztert, a német külügyminiszter meg ismeri Gorbacsovot. Tehát ilyen, a feladat adva van. Tehát ilyen egyszerű, a Tamás ismer téged, te ismered őt, megkérem. Átmentem a Jóska, az mind, hogy minden, szinte minden nap. Na, figyelj ide, hidd már fel a haverodat, a Genschert, német külügyminisztert, de ő ismeri jól a Gorbacsovot, hozzon már minket össze. De ez tényleg ilyen, nem ilyen nagy dolog volt, hanem olyan, hogy figyelj, szólj már az asszonynak, hozzon egy kávét. Ennyi. És ő fölhívta. És a Jóska az olyan fiú volt, hogy ott rögtön vette a telefon, de abban a pillanatban kiszólt a titkárnőjének, Frau Mayer, hívja már föl a Genschert. Fölhívta, és akkor mondja neki, hogy figyelj ide, itt ül a szomszédom, az Zolcer úr, szeretne a Gorbacsovval megismerkedni, hozd már őket össze. De ilyen lazán, érted? Letettük a telefon, nála az volt, hogy ha hozzá mentél, akkor mindig libamáját adott. Libamáj volt. 10 órai ebéd, reggeli, minden. Összegettünk, 10 perc. Csörünk a telefon, Genscher hív. Beszéltem a Gorbacsov titkárával, Gorbacsov jövő héten Bécsbe van, fogadja az Zolcer urat, várja szeretet. Ezt teljesen hiszem. Hát ennyi volt a rövid történet Mihail Szergejevics Gorbacsov legjobb magyar barátjától. Mi pedig jövünk ide a Móka stúdiójába vissza Patkós Attilához, DJ Patihoz, vagy Patkós doktorhoz, aki önmagában is egy alanya és főszereplője a saját műsorának. Azt mondd meg nekem, hogy tanulsz a műsoraidból? Tehát... Sokat. Mit? Sokat. Azokat az embereket, akik jönnek és megnyílnak nekem, olyan önfegyelemről árulkodnak, hogy ezt meg kell tanulnom. Ahogy nyilatkoznak, ahogy teszik a dolgukat, akár a civil életben is, vagy akár, hogyha egy olyan feladatot hajtanak itt végre, de hogy figyelnem kell őket, mert azzal a habidussal, ami nekem van, és ami az én hozzászoktam otthon, itt nem nagyon tudsz érvényesülni még most. Persze, hogyha eltöltesz egy jó pár évet, akkor utána oké a történet, de figyelnem kell őket, hogyha nekik sikerült, akkor ők mit, hogyan csináltak. Tudod, én több mint 10 évet töltöttem már az Egyesült Államokban, és gyakorlatilag bárkivel, akire felbeszélek, és mondjuk sikeres, és a saját szakterületén belül valami jót csinált, hogyha én elkezdek beszélgetni, előbb-utóbb mindig előjön az, hogy a magyar fifika, a magyar leleményesség, volt, aki azt mondta, hogy ha kidobnak az ajtón, bejövök az ablakon, tehát a magyar kitartás, hogy segített neki a magyarság fifikája. Neked segít az életedben? Nagyon sokat. Ebből élek. Azért, mert ezt szoktam mindig mondani, hogy ugye nekünk az energiaitalunk a kék kút volt, és én tudom a bal lábamon nyomni, és jobb kézzel iszom, mint a három fiamnak megtanítottam. És ezermillió trükköt megtanultunk otthon, az utcán, hogyha lehet ilyet mondani, és itt meg most az életben alkalmazom, ahol egyébként egy nagyon-nagyon éles helyzetben vagyunk. Tehát itt tényleg a létatét, tehát itt nem lehet packázni. Annyit mondj meg nekem, légy szíves, akkor csináljunk egy ilyen, ugye magyarul vannak olyan szavak, amiket bár magyarul hangzanak, de Magyarországon a magyarok nem értik. Ilyen például a túltartózkodott szó, ezt most nagyon röviden elmagyarázom, valaki egyszer kijött egy vízummal és soha nem ment haza. De vannak olyan szavak vagy fogalmak, amiket nagyon nehezen lehet megérteni, például a kulturális shock, culture shock,
nem feltétlenül azt a fordítást jelenti. Amikor megjössz az új világba, és megdöbbent az, hogy mivel találkozol. Mi volt számodra a leginkább kulturális sok itt, akár Amerikában, New Yorkban? Ez a színesség, az a fajta színesség otthon is van, hogyha a kultúrát nézem, vagy a művészetet, az egész művészetet nézem, de hogy itt érdekes módon ebből még meg is tudsz élni, és jól. És miért tudsz megélni? Azért, mert az emberek kíváncsiak rá. Kicsit lazább, könnyedebb életük van, hát szülyeség mondani, mert ugyanúgy dolgozunk mi is, de másabb, tehát itt teljesen máshogy nevelődnek, máshogy kezdik az életüket, mint ahogy mi kezdtük. Például, hogy nincsen nálunk pénzügyi tudatossági oktatás, itt pedig most már az alaptanterv része, de mondok néhány kulturális sokkot, ami engem ért, hogy például, ha a repülőgépen mindent ki akartál inni és meg akartál lenni, akkor ott találkozhattál vele először, hogy a pohárban 3/4 jég, de csak egy kicsi ital, és nekem mennyi pénzért ne adjanak el jeget. Vagy megkérdezik, hogy hi, how are you, hello, hogy vagy, és nem érdekli. És elkezdesz válaszolni, hogy fáj a fejem, meg nem tudom. És a kutyát nem érdekli, se tudod. Hova valósi vagy? Én magyar vagyok. Ó, ez fantasztikus, tudod, hol van? Nem. Szóval, hogy volt-e valami olyan, amit újra kellett tanulnod 47 évesen? Újra kellett tanulnom az egész életemet. Ide kijössz, és senki vagy. 300 millió ember közül egy. Mindent újra kell tanulnod, mindent. És hogyha gyenge vagy, és nem tudsz talpra állni, akkor bedarál a gépezet. Na, hogyha már kétszer utaltam rá, de nem válaszoltál, akkor konkrétan rákérdezek. Igen. Szoktam ezt mondani, tényleg $20 a zsebben, meg egy szatyorral a kézben. Te mennyivel jöttél ki? Vagy mivel jöttél ki? Inkább úgy mondom, lehet, hogy nem az összegszerűségre vagyok kíváncsi, de ha elmondod, akkor oké, ha nem, akkor tiszteletben tartom. De hogy te mivel jöttél ki? Volt plusz oszlop, amire tudtál támaszkodni, ha nem jön be? Nekem indulás előtt 2 héttel sikerült az egyik régi focista barátomat, Csáki Karcsikat megtalálnom, akik azt mondták, hogy befogadnak, kaját tudnak adni valamennyit, pénzt nem, munkát se tudnak szerezni, lakhatok náluk 2 hétig. $1,300 jöttem ki, és 2 bőröndel. És ahhoz képest egész jó. Ahhoz képest a saját podcast stúdiódban beszélgetünk New Yorkban. Melyik volt a pillanat, amikor úgy érezted, hogy na, ez menni fog? Érdekes ez még Floridában, Sarasotában, amikor találkoztam azzal a jó kis közegemmel, akikkel találkoztam, és úgy teljesen fölvidított, találkoztunk művész emberekkel, imádok sportolni, és wow, úgy éreztem, hogy na, oké, itt most már rendben leszünk. És akkor már tudtad, hogy hosszú távon itt szeretnél maradni? Igen. Ezt az első pillanattól, ahogy leszálltam Miami-ba, a 118 millió fokban, nagykabátban izzadok, és éreztem, hogy hazaértem. Na, én nekem például ez a 118 fok, meg az izzadás, ez nekem baromira tetszik, ezért lakom én ott. De te meg azért jöttél el, mert neked meg nem tetszik. Nem, én mindig azt hittem, hogy bírom a mellett, alig vártam, hogy otthon nyár legyen, jó idő, és én bírom, szeretem, ott a víz, napsütő, de olyan pára van, könyörgöm, hogy nem. Imádom. Térjünk vissza a műsorotokra. Könnyű megszervezni a riportalanyokat, mert gondolom én azért Szegeden, ha oda látogat a művész, ha ott lakik a művész, ha ott játszik az ellenfél, ha a hazai csapat játszik. Tehát azért viszonylag egyszerű őket behúzni a stúdióba. Na de itt azért... Meg tegyük hozzá még Szegedre visszaugorva, hogy azért jönnek is, ők jelentkeznek, kopogtatnak, hogy szeretnének jönni. Tehát hiszen holnap jelenik meg az új CD-jük. Igen, és akkor na, akkor tessék, beszélgess velük. Itt az az érdekes, hogy elkezdtük, és olyan kicsit olyan döcögősen indult el, tehát hogy olyan nem oké, nem úgy, ahogy mi elképzeltük. Meg úgy képzeltük el Péterre, hogy egy héten 3-4 embert fölveszünk, elejében még élőbe mentünk, tehát elejében még azért is nyűgös volt, mert meg kellett adnunk, hogy vasárnap 11:20-kor legkésőbb itt vagy, itt és itt vagy, mert 12-től élőadás van. És New Yorkban parkolót találni, és igen, átjönni a pirosra. Igen, és akkor minden egyéb más dolog, ez ugye kezdett csúszni, nem jött el a vendég, most már úgyse érek oda, hagyjuk, akkor ugye Péter meg egy-két barátunkat csináltuk, és rájöttünk, hogy akkor elkezdjük fölvenni, és konzervanyagot gyártunk, és akkor na most így, amikor elkezdődött ez a felvétel, akkor úgy éreztük, hogy na ez kellett volna elejétől csinálni, és a másik dolog, ugye a vendégek, akiket kérdeztél, néha nagyon furcsa, hogy néha hogy megakad, de néha meg így ömlik a vendégsereg. Mondtad azt, hogy néha a székhethez szegeződsz azért, mert hogy Atya Isten, milyen élettörténet bontakozik ki. Ki volt az, aki a leginkább mondjuk meghökkentett téged? A legjobban, akit szeretek, imádok, sajnos
nem tudok vele minden nap találkozni, de komolyan én találkozni, azért, mert az embernek, a hölgynek olyan kisugárzása van, annyira nagy élet energiája van, amit tol felé, meg mindenki felé, hogy és elmondja a saját példáját, akkor egyszerűen leülsz. A Bencsik Arlettról van szó, akit elütött egy vonat, és nagyon-nagyon hosszú ideig tolta maga előtt a vonat, és a fejét a sínnek a betonjába verte bele, és szétnyílt a feje, minden összetört, amit csak el lehet képzelni, és most van egy gyönyörű kisgyereke, férje, és egy tökéletes élete, egy kicsit sántít, egy kicsit úgy látszódik, hogy valami nem oké, de talprát. És ha ő ezt megcsinálta, akkor azt mondom, hogy bárki bármilyen kis megfázok, nem olyan régen beteg voltam, megfázta, mi ehhez képes lenni? Tudod, mi az érdekes, hogy akkor, amikor én találkoztam valakivel, aki egy nagy traumán ment át, vagy például fogyatékossággal született, akkor nagyon gyakran találkoztam azzal, hogy ők maguk csinálnak viccet belőle, egyébként teszem hozzá, nekik szabad, lehet, hogy másoknak nem, de például Illés Fanni kiváló úszónk, aki ugye végtagok nélkül született, és a Facebook profil képén pedig Lábatlan nevű település előtt fotózkodik, vagy említhetném kétszeres paralimpiai bajnokunkat, Pásztori Dórit, aki a pécsi szurkolója volt a női kosárlabda csapatnak, az egyik kezén három ujja van, és mindig azt mondta, hogy nagy egy ötöst. És szóval, hogy kellő humorral, de a humorban rejlő erővel tudtak fellépni. Ez az az erő, amiről beszélsz? Ez pontosan ez, hogy tehát amit kifelé tol, hogy kicsit rázd már meg magad, patkós, ne legyél hülye, öreg vagy, meg mind kit érdekel, rázd meg magad, éljél. Az a fontos most ebben a pillanatban, és tényleg ezt tolja. És látod, és így elgondolkozol, hogy nem, hát akkor teljesen rosszul gondoltam eddig az életemet. Na, hogyha most már megemlítetted Arlettet, akkor jöjjön egy pillanatra a Móka podcastnak az Arlettről szóló, a vele készült beszélgetésének egy részlete, utána pedig ide visszatérünk. A nővér, ahogy tologatott a kerekesszék, 38 kiló voltam. Tehát, hogy csont és bőr, és behívták őt az egyik szobába, és engem kint hagyott. Hátrafelé viszont nyitva volt az ajtó, és hát ugye koponyasérültek osztályon feküdtem, tavasz volt, nagyon sok motoros fiúval szintén, akik ott feküdtek, és hátul ültek egy ilyen kis dohányzó részen, cigiztek, pizzát tettek, és röhögtek. És én előtte cigiztem, és megcsapott a cigiszag, és hogy így fölnéztem, és láttam, hogy ők nevetnek, meg ott együtt beszélgetnek, meg úgy az egész millió, ahogy van. Így igazából én arra emlékszem, hogy az volt az első olyan pillanat, amikor én tudtam gondolkodni. És magamra néztem, és annyit tudtam, hogy Arlett, szedd össze magad, hogy nézel ki? 20 éves vagyok, és én ugyanúgy el akarok járni bulizni, ugyanúgy akarok pasizni, ugyanúgy akarok vásárolni, és ugyanúgy akarom élni az életemet, mint előtte. És elkezdtem megtanulni beszélni, az volt a legnehezebb. Tehát azt mondani, hogy mondjuk anya, az nagyon sokáig tartott. És akkor visszatértünk ide a Mókához, vagyis a Magyarok Óriási Kalandjai Amerikában podcasthoz, amelynek ez az ünnepi adása, és az a megtiszteltetésért, hogy ezúttal vendég műsorvezetőként itt lehetek, de ezt az én oldalamon láthatjátok. Egyébként, hogyha Mókára kíváncsiak vagytok, akkor iratkozzatok fel, megnézem, hol a több hely, ide. Tehát itt iratkozzatok fel a Móka podcastra, amely egyébként Kis Péter Sizárénak és Patkós Attilának gyakorlatilag a szerelem gyereke, mondhatom azt. 200 adás azért az nagyon sok. Viszont 2000 még több. Tehát, hogy mi a tervetek a Mókával? Nem látjuk a végét, csináljuk folyamatosan, ösztönszerűen csináljuk, és azért tegyük hozzá, hogy 200 adás, hogyha azt nézed, hogy ebből volt 3-4, amikor Péterrel ketten beszélgetünk, de a többi tényleg külön vendég, a vendégek ide jönnek egy órával hamarabb, és elmennek egy, vagy két, vagy három, vagy van, aki el se akar menni. Tehát, hogyha azt a rengeteg időt, amit beleteszünk, amit nem is látnak sokszor a nézők, mert igazából nem is érdekli őket, és akkor, amikor kimegyünk a konyhába, és leülünk beszélgetni, az az érdekes, hogy akkor nyílik meg minden. Könyörgünk nekik, hogy még ne kezdjük el az adást, akkor csak nyílj meg itt nekünk, egy kicsit mesélj magadról, amit nem akarsz elmondani, nem mondd el. Csak jó, persze elmondok, elmond fantasztikus sztorikat, teljesen jó az adás.
most megnézzük a Péterre, minden tökéletes, kimenjünk a konyhába, és így ülünk, ne csináltad, ezt mondtuk, hogy erről beszélj. És van ennek egy különlegessége egyébként, aki YouTube-ra gyártja a saját műsorát, akkor az vagy elmondja, vagy nem, de rápillant arra, hogy mennyi forintot, dollárt, dinárt, rubelt keresett belőle, és múltkor megkérdeztem a Petitől, hogy na jó, de ez mennyire profitábilis, mire azt mondta, hogy fogalman nincs. Mert még életében nem nyitotta ki azt az oldalt, hogy mennyi pénzt keresett belőle, tehát hogy ez, erre mondtam azt, hogy ez nektek valóban egy szerelem, gyerek. Ez teljesen. Pont a múltkor, nem is tudom, beszélgetünk a Péter, és mondja, hogy figyelj már egyszer, tényleg megnézem, mennyi pénz. Ja, mert igen, gondoltuk, hogy még egy kamerát beteszünk. Hogy mennyi pénz van, és mondom neki, milyen pénz? Hát azt mondja, hát tudod, a YouTube valamennyit ad, de most senki ne gondoljon itt ezrekre, meg tízezrekre. Tehát ő nem nézte meg, te meg menet közben jöttél rá, hogy ezért még pénzt is hogy egyáltalán van, mert emlékeztem rá, hogyha ilyen követők száma nagyon megnő, meg nem tudom, akkor igen, valamennyit kasz, meg a szponzorok megtalálnak, de az, hogy nekünk lehet ilyen, nem is tudtam. Viszont azt akkor jól érzékelem, hogy most kis túlzással ezt a műsort, bár láthatja bárki Ausztráliától Grönlandig, hogyha ott is néznek magyar podcastot, biztos, hogy van egy magyar, de igazából ezt ti magatoknak is csináljátok? Igen, igen. Ez magunk szórakoztatására is van. Azon felül, hogy tudjuk, hogy nagyon sokan nézik, és nagyon sokan esetleg tanulhatnak, vagy egy szikra beugorhat nekik. Én annak idején, amikor kiköltöztem Amerikába, akkor mindig bementem a magyar nagykövetségre, nem messze laktam a nagykövetségtől, és mindig vártam, hogy a 3-4-5 napos vagy egy hetes Népszabadság, Magyar Nemzet, Hócipő, mit tudom én, melyik újságok megérkezzenek, és akkor tudtam magyarul olvasni. Miközben most kinyitod a mobiltelefonodat, és egy perc múlva ugyanúgy tudod a szegedi híreket, mint a szegediek otthon. Ez a fajta technikai fejlődés, tehát hogy gyakorlatilag Magyarország felé tudtok műsort készíteni. Ez is segített abban, hogy komfortosabb legyél, vagy hogy így mondjam, otthon érezd magad itt? Igen, ez jó, erre még nem is gondoltam, de ez jogos, igen, igen. Tehát ez lehet, hogy ilyenkor most valaki néz bennünket, és azt mondja, hogy akkor miért nem csinálod otthon? Hát én úgy érzem, hogy otthon vagyok Szegeden. Tehát ez most itt akkor egy nem túl nagy szoba, de mondjuk azt, hogy 18 négyzetméter Szegeden vagyunk most ebben a pillanatban? Hát Szegeden, meg ugye Péter miatt Budapest állandóan mindig ezt tolja. Jó, akkor egyik helyen se vagytok, hanem Pécset, jobb, hogyha tudjátok. Ja, Pécs, igen. Hogyha azt mondom neked, hogy akkor nem látod a végét, de azt például látod, hogy magadat hol látod mondjuk 5 év múlva, 10 év múlva? Nem. Sehol nem látom. Fontos egyébként, hogy hol legyél? Tehát benne van a fordulat? Holnap elköltözöl Los Angelesbe? Buffalo-ba ott még hidegebb van, ott nem kell a nyártól félned? Vagy azt mondod, hogy túlzottan hiányzik a szegedi halászlé, és benne van a pakliban, hogy hazaköltözöl? Elképzelhet, minden elképzelhető. Nem tudok ennyire előre tervezni. Igen, de a kérdésem az arra vonatkozik, hogy ahogy azt mondtad, hogy katartikus élmény volt bezárni a szegedi lakásod ajtaját, ezt a lakást is katartikus élmény lesz egyszer majd bezárnod? Igen. Igen. Szerintem igen. Amit csináltunk, és Péter átéltünk közösen, meg ugye Péter felesége, az én párom, meg aki körülöttünk vannak, őket azért itt hagyni, azért az megint érdekes ajtóbezárás lesz. Mármint, hogy itt akarjátok őket hagyni? Nem, hogyha arról beszélünk esetleg, hogy valahová. Igen, mert hogy ugye ott a nagy beszélgetés, hogy akkor drágám, jössze velem, Grönland, Szeged, Los Angeles. Igen, igen, igen. Tehát meg New York az nekünk nagyon, nagyon a szívünk csücske. Érdekes, hogy nekem, tehát nagyon szeretem, de én meg nem laknék itt, és ott lakom, ahol, amit te szeretsz, de nem laknál ott. Tehát, uh-huh, hogy elcseréltük. Azt mondd meg nekem, légy szíves, hogy mennyi bátorság kellett ehhez? Nagyon nagy. Írtózatosan nagy. Tehát, hogyha én is visszagondolok azokra az estékre, ami egy pár nap, és utána repülök, hát nem tudom, de szerintem megcsinálnám még egyszer, de azért a kérdője ott van bennem. Ki volt a legbátrabb, ha ti már bátrak vagytok, ki volt a legbátrabb riportalanyatok? A legbátrabb, hát az Ákos, a Senek Ákos, aki kaszkadőr, hát figyelj, fizikálisan is bátor, és amúgy is. Tehát, hogy ő is kijön egy nyelvtudás nélkül egy olyan szakmával, mint kaszkadőr, és most ebben a pillanatban azt lehet mondani, hogy New Yorkban forgatnak egy filmet, és ő az első között van, akit fölhívnak, hogy gyere dolgozz nekünk. Ki kell dolgozott eddig? Kenny Ruiz-tól kezdve, mindenki, aki nagy, tehát aki számít, és tényleg New Yorkban forgattak olyan filmet, amiben kellett kaszkadőr, mindenkivel. Ő a lelövik, ledobják, fölakasztják, kigyullad,
falon átrántják, jeges vízbe fújtják, minden, fölrobban az autó, fölgyújtják, úgy gyújtják föl, hogy azt a speciális ruhát még akkor próbálták ki rajta először a világon, tehát nem is tudják, hogy, hogy el lehet-e oltani a tüzet. Ha eljött a mókába, akkor úgy néz ki, hogy ez a próba sikeres volt. Mit tanultál tőle? Ez egy fizikai bátorság szerinted, vagy egy szellemi? Ez itt agyban dől el. És azt mondta, hogy az a szlogenje, ezt a munkát is valakinek el kell végezni. Ez rendben van egyébként, tőlem mindig megkérdezik, hogy mennyire vagyok bátor, mert hogy voltam háborúban, lepratelepen, Észak-Koreában, Csernobilban, és még lehet, hogy az élet azon a területén, hogyha kiszámíthatóan okos vagyok, akkor tudok úgy bátor lenni, hogy nem hülyén bátor, tehát nem halok bele a saját riportomba, viszont hát akkor bevallom nektek a saját oldalamon megtehetek, hogy nekem tűfóbiám van például. Tehát egy fogorvosnál, hogyha az ínyembe adnak egy tűt, a pillanat, amikor az idegen test behatol az ínyembe, én ettől megőrülök. Tehát elmegyek a délszláv háborúba, vagy Csernobilba, vagy Észak-Koreába, csak ne kapjak egy infekciót. Most kézzel ott megsérültél, és kaptál volna egy infekciót. Érdekes egyébként, hogy ezeket az álmokat végigkövetett? Tehát, hogyha valaki eljön hozzád vendégnek, nyilván nem lett mind a 200-at, de követed az ő életútjukat? Igen, igen. Van aki utána is nézek, van, aki elmeséli, visszahív, beszélgetünk, messengeren. Senek Ákosnál tudod például, hogy mi a következő filmje? Nem, ezeket nem tudja elárulni, de mondja mindig, hogy most is forgatunk, most jó lesz, majd jelezni fog, hogy mi történt, meg hogy történt. Hát képzeld, de ott ülsz, és azt mondja, bocs, csak ezt elmondom, de hogyha megnézik, akkor látni fogják, meg hallani, hogy ő, elő van a sztárszínész sor, ott ülnek a sztárok, és ő, mint kaszkadőr, a második sorban ül. És utána jön a többi, a másodszereplő, a kisegítők, meg minden, és ő a második sorban ott ül. Hiszen ő az, aki valójában az életét is kockáztatja, vagy a testi épségét kockáztatja. Eddig nektek mesélt, most meg nektek fog mesélni, ugyanis a Móka jó voltából be tudunk játszani egy rövid részt, következik Senek Ákos. Vagy te hogy vagy ott kezelve a filmforgatáson egyébként? Ugye azt tudjuk már, hogy a sztároknak külön szék, napernyő, minden, te hol vagy? A kaszkadőrök azok ott vannak mellettük. Igen? A színészek mellett, meg a... Mi a legjobb pozícióban vagyunk úgy, hogy a színészek alatt. Nem mondod tényleg? És ki volt eddig a legnagyobb sztár, aki mellett ott ültél? Hát volt egy pár neveket, mindig elfelejtem, de Keanu Reeves is ott volt, mikor John Wickben, akkor hát nevekben nem. De ő egyébként ilyen magas, mint ahogy elképzelem magamban? Igen, igen. Mint te is ilyen, te mennyi vagy? 1,90? 190. Pont 190? Ugyanúgy fáj a tér, de mint a John Wick? A Keanu Reevesnek, mikor a... Mi volt a film címe? Holdpont. Ja, igen, igen. Ugyanúgy fáj a tér, de ugyanúgy, ahogy a filmben, tényleg. Tényleg? Aha. Wow. Még és még nem csináltattam meg, de akkor is már volt probléma, és most még mindig ugyanúgy van. És figyelj már, és ők egyébként milyen arcok, milyen emberek? Ő nagyon csendes, de nagyon jó ember. Uh-huh. Nem mindegyik színész olyan, valamelyik azért nyugosabb, de a legtöbb az azért az normális. És amikor bemondják hangosba, vagy nem tudom, hogy történik, vagy az asszisztens mondja, hogy kaszkadőr, és akkor fölállsz, odamész, ott hány operatőre, gondolom, millió kamera. Nem? Hát igen. A legtöbbször várunk, és mikor jön a jelent, akkor hívnak, megcsinálod, és akkor utána végeztél is végül. Uh-huh. És a kaszkadőrségben egyébként mi a csúcs? Hát te, hogyha ilyen filmekben szerepeltél, lehet még följebb menni? Vagy... Hát a végén lehet kaszkadőr szakértő, hogyha akarsz. Uh-huh. És az is jó? Akkor már nem nagyon csinálsz kaszkadőr dolgokat, akkor csak te felveszed a munkát, és akkor az embereket, aki hasonlít a színészre, megkeresed, kiadod, aki megbízol, hogy ő meg tudja csinálni a munkát. Ő volt tehát a kiváló Amerikában élő magyar kaszkadőr Senek Ákos, mi pedig visszajövünk ide a Móka stúdiójába Patkós Attilával, aki hátra hagyta az ő sikeres szegedi magyarországi életét, és beleugrott a nagy semmibe, és a kérdés a mondat végén ott a kérdőjel, elégedett vagy? A döntéseddel, meg azzal, amit az elmúlt 10 évben elértél? Igen. Igen. Újra csinálnám? Elképzelhető.
De várjál, elégedett vagyok, igen, újra csinálnám, elképzelhető. Nem, elégedett vagyok, tehát maximálisan. Mit kaptál Amerikától? Én csináltam egy filmet, az én Amerikám, pontosan tudják, elmeséltem, mi az én Amerikám, mi a te Amerikám? Az én Amerikám, teljesen nyitott lettem. Eddig valószínű, hogy úgy éltem, mint a lovak, tudod, amikor van egy szemellenzőjük, és arra bizonyos kockára fókuszálok, kockán belül dologra, és azt akarom, görcsösen akarom, és megcsinálom. Most ilyen nyitott lettem bármire. Az mit jelent? Tehát, hogy kipróbálsz egy olyan ételt, amit korábban nem? Igen. Bemész egy olyan helyzetbe, amit korábban nem mertél? Kézzel fúrni, faragni megtanultam. A kamerának a másik oldalán is tudok egy-két dolgot csinálni. Már színházban elég, hogyha csak a hangot keverem és csinálom, tehát már nem akarok mindenáron szerepelni. Szerepelek, persze, ugyanúgy szeretek, de ezt is szívesen csinálom. Nem kell nekem mindig a középpontban lenni. Rendben van. Mik a visszajelzések a ti podcast műsorotokkal kapcsolatban? Tehát volt olyan, aki másoknak is erőt adott rajtatok keresztül? Nagyon sok ember visszajelzett, hogy egyszerűen fantasztikus, ne hagyjuk abba. Megvannak a gyerekcipős problémáink, tehát hogy mi az, ami javítani kellene, de ne hagyjuk abba, csináljuk. Sőt, volt olyan, aki István barátom, ő például a munkája közben csak ezt hallgatja, és alig válja, remek. És mindig fölteszi a kérdést, amit én is Péternek, hogy miért vasárnap délbe tesszük ki. Tehát miért nem tesszük ki hétköznap, vagy akármikor. Tehát ugyanaz a szakmai vita, mint akár Magyarországon is meglehetne, itt is megvan. Nekem a nagy kedvencem egyébként már említettem Clean with Barbie, vagyis Takaríts Barbie-val. Ugye ő az a hölgy, aki elindított egy YouTube csatornát, arról szól, hogy ő nem hagyományos takarítónő, hanem néha vegyvédelmi ruhában megy be, mert olyan mocskot takarít, és valami olyan elképesztő dolgokat csinál, és olyan elképesztő körülmények között takarít, hogy mondhatom azt is nagy tisztelettel felé, hogy épeszű ember ezt a munkát se pénzért, se semmiért nem vállalna, miközben ő ingyen teszi, hogy másoknak segítsen. Például, amikor Barbit megismertétek, én bevallom őszintén, hogy én először utána kellett néznem, hogy ilyen van-e egyáltalán. Van gyakran olyan, amikor tényleg annyira hihetetlen a dolog, hogy te magad is tamáskodsz? Van. Sőt, döbbenek, hogy ne, hát ilyen nincs, és Amerika, és itt ilyet, nem, és van, ezermillió dolog. És az a jó egyébként, tényleg, amit az előbb is mondtam, hogy olyan nyitottá válsz, hogy valami hihetetlen. Ha kimész egy parkba, és az angolod olyan, mint az enyém, magyarul semmi, hidd el, az amerikaiak kotyogsz hozzáig egy kicsit, vagy valamit mondasz, vagy teszel, vagy mosolyogsz, nyitottak lesznek, és ezt kell megtanulni, hogy legyünk boldogok. Ha említetted ezt az angolt, és már említetted azt is, hogy azért néhányszor még egyszer bele akarnád durálni magad abba, hogy megpróbálod jól elsajátítani ezt az angolt. Mi az, ami hiányzik, és mi az, ami az álmod? Tehát mi az, amit még mindenképpen azt mondod, hogy ez a podcast megy, vagy amíg én élek, ezt szeretném elérni. Igen, majd innen kitolnak, és elvisznek a fekete autóval. Amit én nagyon szeretnék, hogy a páromnak sikerüljön az ő kis karrierje. Ebben egy művészről van szó. Festőművész, fotóművész, meg minden dolgot csinál, és én maximálisan a hátam mögé állok, nem akarok már első lenni, és hogy ő boldog legyen. És mitől lennénk boldogok? Bennünket nem a pénz dob föl. Például nekem, képzeld el, és kérdezek a Pétert, vagy bárki ismerős, nincs nálam készpénz soha. Azt sem tudom, mennyi pénzünk van. Nem is ér, komolyan nem érdekel. Nagyon sok mindent akarok, amit nem kapok meg tőle, úgy, mint anyukámtól, de van egy-két dolog, amit megkapok, és jól érzem magam. Amit én szeretnék elérni, hogy tényleg egy olyan nyugodt környezetben akkor alkosson, és akkor, ha ő alkot, akkor én is tudok alkotni. Elégedett embernek tűnsz egyébként. Tényleg? Igen. Köszönöm. Utolsó kérdésem. Eljöttél Amerikába Szegedről. Az nagyjából a beszélgetésből kiderült, hogy mindent elhoztál magaddal Szegedről. Hogyha egyszer úgy döntesz, hogy visszamész a szülőhazádba és a szülővárosodba, ami egyébként Hódmezővásárhely, ugye, de Szegedhez köt minden, akkor mi az, amit hazavinnél innen? Én válaszolok egy magamnak, tehát például amikor, hogy mégis egy támpontot adjak, én mindig azt válaszoltam, hogy én nagyon elvinném azt a mentalitást, ahogy az amerikaiak a sportrendezvények előtt a himnuszt éneklik. Azt a felemelő élményt, ahogy a szívükre teszik a kezüket, ahogy ott több száz ember mondjuk egy NFL meccsen, egy amerikai foci meccsen így lebegteti, rezegteti a zászlót, azt, ahogy ők fölemelik a tekintetüket, és ahogy éneklik az amerikai himnuszt a csillagsávos lobogó felé nézve, én ezt vinném haza, ezt az életérzést. De mit vinnél?
Ugyanezt, de egyébként hidd el, hogy ezt tudjuk ám mi magyarok is. Csak valamiért van bennünk az elsőként egy ilyen fricska vagy bármi dolog, de hogyha hidd el, össze kellene állni, szerintem összeállnánk, összefognánk. Akkor félre lenne téve, hogy Budapest, Miskolc, Győr, Szeged, Pécs, hidd el, akkor mi össze tudnánk fogni. Nem össze tudnánk, hát látszik a labdarúgó válogatott sikerei kapcsán, hogy tele eladják az arénát abban a pillanatban, Puskás aréna teljesen tele van, hogy magyar válogatott most játszik, tehát van ilyen nemzeti öntudat. Mégis azt mondom neked, hogy ezt a fajta himnuszéneklést, mert ha most én se fogok soha az életbe politizálni, de ha belegondolsz, akkor otthon a nemzeti ünnepek azok szétvágott ünnepek, különböző pártok különböző helyeken ünnepelnek, és egymás szidják. Itt pedig mondjuk egy július 4-én, egy mindenki egy függetlenség napján, azok a nemzeti minimumok megvannak, hogy a zászlót, vagy az de ünneplést. Egyébként, bocs, hogy közvágod, de kézzel elindultunk a barátom egy triatlon versenyen, és ugye eljátszották az amerikai himnuszt, mikor elkezdődött, és mindenki oda tette a szívére a kezét, és én is azt mondtam, hogy figyelj, nem maradhatok ki. Nem vagyok amerikai, de oda tettem én is, és néztem őket, és tényleg azt az átélést, ahogy tisztelegnek az amerikai zászló előtt, és utána meg gyerünk, versenyezzünk, küzdjünk meg egymással, de addig ott volt mindenkinek a szíve. Tökéletes egyébként, és ez egyáltalán nem baj, hogy ugye vannak véleménykülönbségek, én nagy tisztelettel felállok, és nagy tisztelettel hallgatom minden nép himnuszát, én nem tenném a szívemre a kezem, mert nem az én himnuszom, de mindenki másképp éli ezt a dolgot meg. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy együtt lehetünk, nagyon élveztem a mai beszélgetést. És akkor a záró kérdés. Amennyiben egy magyarországi rádió úgy döntene, hogy a te hangodra, a te személyiségedre szükség van Magyarországon, és újra már műsort vezetnél, akkor mennyire lenne más az a műsor, amit vezetsz, mint azé a Patkós Attilái, aki egykor Szegeden bezárta az ajtót, és szuper profiként kilépett, és elment az ismeretlenbe? Nem változtam semmit, ugyanaz maradtam. Patkós Attila csak egy van. Lehet jobb lenni, lehet rosszabb, de Patkós Attila az csak Patkós Attila tud lenni. És ez a Patkós Attila most úgy volt a vendégem, hogy nála voltam vendég, ami nagyon megtisztelő volt. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a Móka, vagyis Magyarok óriási kalandjai Amerikában podcastnak a 200. jubileumi adását, amennyiben tetszett nektek DJ Pati, vagyis Patkós Doktor, vagyis Patkós Attila, illetve Kis Péter közös szerelem gyereke a Móka podcast a különlegessége, és kíváncsiak vagytok azokra a riportalanyokra, akiket bejátszottunk, akiktől részleteket kaptunk, akik itt voltak, és amilyen típusú emberek meséltek az életükről, akkor csatlakozzatok az ő podcastjukhoz, megnézem, nem? Itt tudtok feliratkozni, én pedig jelentkezem nálatok a jövő héten a Tvrtko a Föld körül YouTube csatornájának egy újabb adásával. Szevasztok!